Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Június elején indult hajós túrára Gyurkó Dániel és Major Gyula. Ezúttal hazánk folyóin utaztak, az expedícióról pedig egy dokumentumfilmet is készítenek. Mai vendégünk Gyurkó Dániel, producer és túravezető. Köszöntöm a stúdiónkban. Köszönjük sokkal, üdvözlöm a nézőket. Legelőször kérem, meséljen az előkészületekről. Hogyan döntik el, hogy mikor, milyen hosszú túrára és hova mennek? Hát volt, amin 5 évet gondolkoztunk, mostanában általában 1 évre gondolkozunk előre. Főleg azért is, mert én jövő héten belépek a 70. X-embe, úgyhogy nem mer az ember nagyon előre gondolkodni. Nem ezt a túrát terveztük, Svájcból, a Bodeni-tótól szerettünk volna elindulni, a koronavírus miatt ez nem valósulhatott meg. 2 hónappal előtte, a indulás előtt elhatároztuk, hogy akkor, amit későbbre terveztünk, a Tiszán, tehát Magyarországon, egyik legnagyobb folyónkon, a Körösökön és a Tiszán fogunk hajózni. Ezt a folyószakaszt több éven keresztül kenóval hajóztam, illetve ugyanúgy motorcsónakkal is. 2 hajóval indultunk, Nyihármisi barátommal, aki 3 éve csatlakozott a csapathoz. Azt hiszem, hogy egyformán gondolkozunk a hajózásra, egy nagyon jó társat találtam benne, illetve hát Major Gyulával és az ifjabbik Majorral, akik operatőreink ezeknél a filmeknél, illetve idősebbik az rendezés. Érdekes volt, nem erre számoltunk, nem bántuk meg, hogy elmentünk. Nemrég tértek vissza ugye a túráról. Kérem, meséljen kicsit róla néhány részletet, hogy honnan, hova jutottak el, milyen hosszú volt az út, mennyi ideig tartott és milyen helyeken álltak meg. Június 11-én indultunk egy esős időbe, ami azt hiszem végig rábélyegezte a utunkra magát. A Körösökön normális körülmények között indultunk Köröstarcsáról. Köröstarcsa egy olyan bázisunk, amit nagyon szeretünk, általában onnan indulunk, vagy pedig oda érkezünk vissza. Nagyon jó a polgármester úrral a kapcsolatunk, illetve a kikötővel is. A Körösökön nem volt problémánk, hogy kiértünk a Tiszára, akkor láttuk, hogy áradás van, ami végig kísérte az utunkat egész, amíg vissza nem értünk. 5-7 méteres plusz vízzel mentünk. Ez egyébként mennyire nehezíti meg a túrát? Hát annyiból, hogy nem tudunk kikötni. Tehát elterveztük, hogy homokpadokat látunk, homokpadokon fürdünk, rengeteg madarat látunk. Hát ez részben meghiúsult, mert a plusz víz miatt 2-3 kis homokpad tetőt láttunk. Rengeteg hordalék jött Ukrajnából, illetve Romániából, a Szamoson is, illetve a Tiszán is borzasztó nagy uszadékokkal, és meglepő módon rengeteg műanyag flakonnal találkoztunk. Én nagyon örülök annak, hogy megszüntetik a műanyagnak a használatát. Nagyon kellett vigyázni a navigációra, nehogy fatuskót kapjunk el, így is volt 1-2 ilyen víz alatti dolog, amit elkaptunk. Kikötési nehézségeink voltak, kikötni jóformán Tiszafüreden tudtunk, illetve a Tisza és a Szamosnak a torkolatánál. Másút bokrokhoz kötöttünk ki, tisztálkodási nehézségeink voltak, ugye hát azért 15-17 fokos vízben nem szívesen megy bele az ember, főleg ilyen hordalékos vízbe. Tiszafüreden nagyon jó helyünk volt, ott egy Nyármisnek egy barát családja fogadott minket, 3 napig maradtunk ott, és így a Tiszatóról is egy olyan 70-80 kilométer tettünk meg pluszba, tudtunk forgatni. Összesen milyen hosszú volt ez a túra? Ez 25 napos volt, 5-én érkeztünk meg Köröstarcsára.
Egy ilyen túrára mekkora felszereléssel indulnak? Mi az, ami nélkülözhetetlen, amit mindenképpen magukkal visznek? Hát a hajóba aludni tudunk, tehát itt nincs problémánk, nem okozott problémát, hogy nem tudtunk kikötni. Élelmiszerrel azért ellátjuk magunkat, meg hát Mihály Misüly, a kolbász király azért gondoskolt arról, hogy ne maradjunk éhen. Benzin tankolási nehézségek azért vannak, általában 200 liter benzint viszek magammal, ez olyan 5-6 napra elegendő. Fölfele mondjuk azért volt fogyasztásunk, hogy árat a Tisza többet fogyasztottunk, de meg tudtuk oldani ezeket a problémákat is. Mi motiválja önöket, hogy újra és újra útra keljenek és filmet is forgassanak? Hát engem a víz szeretete mindenféleképpen. Én 40 éve, több mint 40 éve hajózok, és Major Gyula 2011-ben nagy rábeszélésre mondta, hogy akkor kezdjünk el egy filmet forgatni, akkor indultunk el a Fekete-tenger felé, és azóta a 9. filmünket forgatjuk. A motiváció pedig az, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy Békés megyéből hova lehet eljutni, illetve honnan lehet visszaérkezni. Tervezni-e már a következő túrát? Igen, mindenféleképpen a bódeni tavi túránkat meg szeretnénk csinálni, illetve Maror Gyulának most az úton volt egy ötlete, hogy menjünk le még egyszer a Fekete-tengerhez, csak nem azon a útvonalon, a Szentgyörgyágon menjünk le, mert nem azon mentünk le. Ez egy 100 kilométerrel hosszabb út, mint amit eredetileg megtettünk 2011-ben, és, vagy 2012-ben és 2017-ben. Úgyhogy ez a két túra, amit tervezünk, illetve most kezdünk el forgatni egy filmet, egy békésmegyei lovasfilmet. Nagyon nagy múltja van Békésmegyében a lovas életnek, és Mezőhegyessel közösen szeretnénk ezt elkészíteni. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Most pedig tekintsünk vissza az indulás pillanataira. Csütörtökön szakadó esőben búcsúzkodtak a vízitúrára induló kalandorok a Köröstarcsai kikötőben. Az útról mintegy egy órás természetfilm készül, amelyet a 7.tv is műsorára tűz. Az operatőr Major Gyula elmondta, hogy a rossz időjárás ugyan nem kedvez a forgatásnak, de ezt a problémát majd kiküszöbölik. Már itt a Körösök utolsó szakaszában, ahol beömlik a Körös a Tiszába, itt van egy nagyon szép része a Körösnek, ez a darukanyar, rengeteg a madár ezen a területen. Bízom benne, hogy ezeket sikerül filmre vennünk, de aztán bízunk benne, hogy följebb a Tiszán megint csak beindul az élet. A csapat tagjai Köröstarcsáról indultak, ahonnan a 2-es és a 3-as köröst végighajózva Tiszára érnek. Június 16-án átkelnek a Tiszalöki vízlépcsőn, majd a magyar-ukrán határig Tiszabecsig hajóznak el. A táv összesen 1400 kilométer. Nem vagyunk ahhoz kötve, hogy szárazföldre kell, hogy kikössünk. Minden úgy megy, ahogy alakul. Nem tudunk előre semmit, azt tudjuk, hogy mikor, hova érkezünk, melyik nap, tehát egy úti tervet tudjuk tartani. Annál is inkább, mert a tiszalöki duzzasztót most újítják föl. Még 16-ára kaptunk engedélyt, hogy átzsilipeljünk, de visszafele már 29-én sajnos gépkocsikat kell oda rendelni, mivel a hajókat áttesszük. A csapat két évvel ezelőtti nagyobb túrája is a községben ért véget. Az újabb útjuk előtt Lipcsei Zoltán polgármester személyesen kívánt szerencsét a kalandoroknak. Nagyon jó híre volt, nagyon tetszett a helyi lakosoknak, akkor pont egy sporttáborral voltunk a gyerekekkel, és ez egy meghatározó pont volt az életükbe, és ekkor egy nagyon jó barátság alakult ki. Én nekem nyilvánvalóan településvezetőként nagyon fontos az, hogy a településünket minél jobban megismerjék a környékből élők, vagy akár messzebbről érkező emberek, hogy turisztikailag egyébként minél többen látogassanak el hozzánk. A túrázók az eredeti terv szerint Svájcból a bódeni tótól indultak volna, de a koronavírus közbeszólt. A jelenlegi kalandot csapatépítőnek tartják, amellyel nem jönnek ki a rutinból. Ha minden jól megy, akkor július 5-én 14 órakor érnek majd vissza Köröstarcsára.
Folytassuk a beszélgetést Major Gyulával, a dokumentumfilm operatőrével és rendezőjével. Jó estét! Üdvözlöm! Jó estét! Hogyan indult az önök közös munkája? Hát lassan 10 éve, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, vagy talán az ismeretség az régebbre nyúlik, de egyszer jött egy ötlet, hogy induljunk el Békés megyéből le a Fekete-tengerre, és mutassuk meg, hogy le lehet hajózni ezen a szép útvonalon, a Körösön, aztán a Tiszán, aztán le a Dunán, az Aldunán, és le a tengerig, és innen 2012-ben, amikor elkészítettük a Kikiriki, talán Szerda van című filmet. Meséljen kicsit arról, hogy mi az, amit egy túra előtt előre megterveznek, ami fix, és mi az, ami változó tényező, amire nem lehet felkészülni. Nyilván van egy útvonal, van egy terv, amit többé-kevésbé talán tudunk tartani, de nyilván az időjárás itt is nagy úr és közbeszólhat, meg minden más körülmény. Tehát azért jó, hogyha az ember fölkészülése, egy jó helyismerete van, ez a legfontosabb. És hát maga a szakma, a filmkészítés szakmája, ami ugyebár egy tudás, egy megszerzett tudás, ami egy része megy rutinból, de egy része pedig az adott helyzetben föl lehet készülni. Mi a fő koncepciójuk a filmmel? Milyen üzenetet szeretnének átadni a nézőknek? Nem így terveztük, mint ahogy a Dániel is elmondta. Sokkal inkább azt terveztük, hogy egy nyári szép Tiszát tudunk bemutatni. Amikor az utat terveztük, akkor még szó sem volt esőzésről, medárdról, de amikor elindultunk, már láttuk, hogy beleszaladunk az esőbe, és nem lesz alacsony a Tisza vízállása. Szerettünk volna több madarat, több partmenti élővilágot, vízi világot fölvenni. Szerettük volna megmutatni a strandokat, a kikötőket, amelyet többé-kevésbé nem sikerült, de természetesen azért vannak felvételeink. És fel akartunk menni egészen Tiszabecsig, tehát ott, ahol az országba beömlik a Tisza, de nem tudtunk fölmenni, mert akkora áradás volt szembe, és olyan hihetetlen erővel jött a kosz, a doboz, a szenny, a hulladék, meg a hordalék, hogy egyszerűen csak Tivadarig tudtunk feljutni, és ott megfordultunk. És aztán ára szerencsére irányba hozott le az ár bennünket, csak érdemes megjegyezni, hogy míg fölfele körülbelül mondjuk 7 km/h sebességgel haladtunk, visszafele a duplájával, akkor áradás volt. Milyen feladatai voltak a film forgatása kapcsán? Ketten voltunk operatőrök, ugye a fiam régóta társam és filmkészítőm a filmjeimben. Ő is sokat forgatott, javarészt én adtam meg a koncepciót, hogy mi az, amit rögzítenünk kell. A legfontosabb az volt, hogy megmutassuk azt, hogy milyen szép a Tisza, még annak ellenére is, hogy ilyen állapotban van, tehát egy árat állapotban van, hogyan tud 5-6-7 ember együtt utazni egy akár 4-8 négyzetméteres hajón, hogyan élik a mindennapjaikat, és egy pici betekintést adni ebbe a vízi világba, amin keresztül mentünk ezen a 20-valahány napon. Ugye említette, hogy nem így tervezték, de ha már így alakult, összességében mennyire elégedett az így készült felvételekkel? Sosem vagyok elégedett. Ez mindig akkor következik be, hogyha sikeresen elkészül a film, és sok nézője lesz. Nem is terveztünk nagyon hosszú filmet. Azt gondoltam, hogy egy 50 perces film készül eleve, tehát nem csinálunk olyan hosszú filmet, mint a Fekete-tengeri és a korábbi nagyobb túráról készült filmjeinkből. De úgy gondolom, hogy azért az 50 perc azért szépen meg fog telni, hiszen olyan élményekben volt részünk, amit nem is gondoltunk volna. Tehát például átmenni a tiszalöki előmű alatt úgy, hogy nem kell zsilipelni, és a táblák között akkora magas vízállás volt, hogy átcsurogtunk. Azután Békés-Szent Andrásnál ugyanez, 2,60 méterre emelték fel a zsilip kaput, és úgy néztük, hogy éppen 3 centi volt, és beférjen a csónakunk alatta. Úgyhogy mind-mind hozott ez olyan izgalmat, mint egy kis expedíció. Milyen munkát igényel még itthon a film elkészítése, és mikorra várható? Sok anyag van, nem tudom pontosan, hogy hány órát forgattunk, de bizonyára van egy 10-20 óra anyag, amit fölvettünk. Most éppen az anyag rendszerezése folyik, azután majd valamilyen vágás, egy elővágás, és én úgy tervezem, hogy amikor elkészül majd a szövegkönyv, meg a pontos szövegkönyv, meg az irodalmi forgatókönyv, akkor nagyjából elindul a vágás, és ez olyan december környékére lesz kész állapotban. Maga a túra az inkább kikapcsolódás, vagy inkább munka? Hogyan éli meg? Nekem munka.
De azt gondolom, hogy kikapcsolódás is, hiszen másképp nem csinálnám, nem csinálnánk. Ez egy nagyon szép feladat, egy kihívás ezekkel a rég megszokott társakkal, akikkel utazunk, hiszen ez egy összeszokott csapat már, mint mondtam, több ezer kilométert lehajóztunk együtt. Ismerjük egymás gondolatait, ismerjük egymás szokásait. Ha meg kell kérni valakit, akkor abban a pillanatban tud rá reagálni. Tehát nem kell különösebben, nem nehéz instruálni az embereket, hogy akár egy-egy megszólalásban, vagy akár egy-egy kis riportban reagáljon arra, hogy mi történt velünk most éppen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!